Vidám darabok, híres színészek és színésznők, vendégtársulatok. Ezek jellemzik évről évre a szabadtéri színpad előadásait. Idén is színvonalas és minőségi programokat ígér a Móricz Zsigmond Színház. Az idei nyári időszak június 23-án indul az Én és a kisöcsém című végjátékkal, amelyet Koltai Róbert főszereplésével láthat majd a közönség, közölte a teátrum ügyvezető igazgatója. Fellép továbbá a Budapesti Operett Színház és több neves művész is, mint például Gáspár Sándor, Szabó Kimmel Tamás és Oswald Marika. Igyekszünk könnyed programot összeállítani, tehát a szabadtéri színpadnak egyik jellegzetessége, hogy vígjátékok, zenés előadások, családi előadások várják a közönséget. Ez most sem lesz másképp. 6 hét végén 7 előadással várjuk a nézőket. Rögtön szóba is hoznám, hogy az egyik hétvégén 2 előadás lesz. Legjobban várt előadása az Őrült nők ketrece, Alföldi Róbert rendezésében is Tóth András főszereplésével. A színház vezetősége ezzel a programsorozattal búcsúzik a szabadtéri színpad régi arculatától. Várhatóan ugyanis augusztus közepén indul majd a felújítása. Az utolsó előadásra augusztus 4-én várják az érdeklődőket, amikor Tasnádi Csaba rendezésében a Balfácánt vacsorára című komédiát láthatják a nézők. A jegyértékesítés várhatóan jövő hét elején kezdődik.